Sziasztok srácok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és az a helyzet, hogy még a régi helyemen lennék, mert kénytelen vagyok ezt még itt felvenni, ugyanis hogyha az új helyen venném fel, akkor már lejár ez nagyon-nagyon szuper offer, amit szeretnék megvenni, sőt mind a két offer, tehát ugye ez a holiday pack, valamint elérhetem a 35-ös szintet, ez az, amiben a tippes videómban meséltem, hogy ha szeretnétek költeni a játékra, akkor mindenféleképpen valami hasonló pakkot vegyetek meg. Itt van 28 dollárra, ami nem kevés, szóval 5 darab megaboxer mellé, valamint itt van még 7 dollárért 2 megabox és egy kevés gem alapjáraton, még, tehát hogy alapjáraton ugyanegy gem járna érte, csak hát kapok mellé 5 és 2 megaboxot. Valamint meg fogom venni ezt a 70 powerpointos dolgot, 19 gemért, mert az eléggé megéri. Úgyhogy lehetem, hogy a videó másik része az már az új helyen lesz, ezt még nem tudom, sőt valószínűleg ez így lesz, úgyhogy úgy gondolom, hogy mielőtt megvennénk az offereket, ennyit szeretnék elmondani, hogy Pemet meg sikerült szereznem, megvettem a shopból gemért, ugyanis nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogyha nyitok egy chestből bármilyen karaktert, akkor annak az esélye, hogy legendre nyitok, az csökken. Szóval én inkább úgy gondoltam, hogy Pam volt az utolsó epic brawler, aki hiányzott, és a shopba ajánlogatta és le volt akciózva, hogy egy random epic brawler, de hát csak egy darab epic hiányzott, szóval Pam volt az. Szóval így megvettem Pamet végül azért, hogy a legendary kapási rátám az magasabb legyen, és remélhetőleg nyitni fogunk valami nagyon-nagyon szuperet ebből a 7 darab megaboxol, úgyhogy kezdünk is bele. Amúgy már várom mindenkitől a kommentekben a pay-to-win-es kommenteket. Na de engem ez nem fog érdekelni. Nyissuk ki, amúgy életem első ilyen chestjét, mert még sosem nyitottam ki. És 5-öt fogok kinyitni, sőt utána még 2-t. 5 item van, ez azt hiszem azt jelenti, hogy karaktert kapunk. Ha életem első megaboxából nyitok valamit, egy legendarit, akkor én... Úristen. 22 Mortis, nem rossz. Powerpoint. El Primo. Nem. Nagyon elhittem, srácok, nagyon elhittem. Úristen, és még egy bónusz kapunk, 2 tiketet. Na várjunk, nagyon elhittem, nézzük el, miket kaptunk. 30 El Primo, nem rossz. 16 Báli, az se rossz. A többi meg úgy elmegy. És még lesz 4, ráadásul. Na nézzük. Valamiért azt hittem, hogyha 5 itemet kapok, akkor az azt jelenti, hogy kapok egy karakter, de nem. 20 Báli, nem rossz. 22 Colt. 22 Darien, na legalább 5 is tudjuk fejleszteni, ami nagyon sok goldot kapunk, és egy csomót El Primo-ra, akivel az új tippes videón fog készülni, 50 brokra, wow! 2 ticket, és 400 darab coin, amit megduplázhatunk, ez egy nagyon jó chest volt, úgyhogy jöhet a következő, oh my god, nem is tudom mikor lesz vége, na nézzük! Na, 186 gold, nagyon jó, Jesse, Bull, 30, nagyon jó Bullt is tudjuk fejleszteni, El Primo, őt már tudnánk. Pam. Ez jó, mert ugye elég gyenge még sajnálatos módon. És Coltra 63. Őt is tudjuk fejleszteni. 4 ticket. És 12 gem. Nagyon jó. Elég durvák ez a chestek. Elég durvák. Ez már azt tudom, hagyjuk harmadik vagy negyedik. Nem tudom. 250 gold majdnem. Nagyon jó. Brock. Frank. Nem rossz. Lehetett volna több is. Penny. Mondjuk őt nem használom. Tara. Őt se annyira. És Rico ez az! Na Rico-t nagyon szeretem, és tudom őt is. És 3 bónusz! Akkor azt jelenti, hogy ticket, gem és duplázó is. Duplázó, token duplázó, és még 6 gem is. Nagyon jó. Na még van egy chestünk minimum. Vagy még 2? Nem tudom. Én nem tudok számolni. 6 dolog van benne, eddig ilyen nem volt. Na most karakter, na most karakter, na majd kidáljuk. Shelly-re 10. Az kevés. Daryl-re 16. Nem rossz. Pennyre megint 20, ez már volt, Poco, hát őt nem nagyon szoktam használni, Frank, 40, így nagyon jó, tudjuk fejleszteni? Ez az. Stop! Úristen! Nem hiszem el! Ez az! Ez az! Úristen! Kinyitott a Sparkot! Oh my god, srácok! Oh my god! Oh my fucking god! Megvan az első legend, ami ez az megérte! Megérte! Úristen! Imádom Spike-ot, anyám! Oh, nagyon boldog vagyok! Van még doboz? Nincs! De megvan Spike! Srácok! Úristen, ez Spike-ra, add ide! Add ide! Na, jó, Spike, add ide! Yes, baby!
Nagyon jó! Hú, úristenem, hogy nagyon jók ezek a skinek, de megvan az első legendary! Azaz, nem is hiszem el! Oh my god, és még van két darab megabox, amit meg fogok venni, úgyhogy nézzük, nyomjuk srácok, hát nyitunk még valami óta, hogy nem valószínű, mert ugye amikor nyitok valamit, a kártyát, most már csak a legendary-k jelnyeznek meg Bo, de akit meg fogom kapni 3000 kupánát, tehát hogyha nyitok ilyenkor, akkor lemegy az esélye arra, ugye, hogy legendary-t kapjatok, amit már elmondtam hamarabb, úgyhogy most egyre növekedett, és nyitottam legendary-t, úgyhogy most nem valószínű, de egy próbát megér. Na nézzük a maradék két megaboxunkat. Mitrite, remélhetőleg Spike-hoz kapunk egy csomó finomságot, de úgy látszik, hogy nem az 5 item jelenti azt, hogy kapunk legendary-t, vagy karaktert, hanem hogy 6 van. Dynamic, Léci, Spike-ra valamit, Colt, Rico, nem baj, 66 Rico-ra, és 3 bónusz megint, 12 tiket! Wow, wow, úristen, mindig nem hiszem, hogy megvan Spike, oh my god! Az első legendary karakterem, és most megint 5 item van, de nem baj, nem baj, nagyon jó. Nyitottunk egy legendary-t, Bull. Hát innen már nem is érdekel, csak Spike-re nyissunk valamit, mert kinyitott a Spike-ot, oh my god. Nem nyitunk Spike-ra semmit, nem már. Nem baj, akkor szerintem megvan, miről fog szólni ez a videó, azt hiszem. És amúgy tök király ez a téli téma meg minden. Spike, oh my god, oh my god. Felhúztuk két szinten le... Isten, de viszont, hogyha megszerzek 2300 kupát, akkor 150 power pointot tudunk menni, és szét fogom nyomni Spike-ra, úgyhogy nagyon jó. Úgyhogy ezt a másik részét a videónak később fogom felvenni, amikor Spike-kal játszottam, úgyhogy jó szórakozás a további részéhez a videónak. És hát, srácok, itt is lennénk a videónak a második felében, amit gondolom nem teljesen így képzeltetek el, ugyanis nincs webkamera, meg semmi. Helyzet az, hogy még a stúdió kicsit, hát hogy is fogalmazok, nincs olyan állapotban, ahogy meg szeretném nektek mutatni, de remélhetőleg ez holnapon már változni fog. Úgyhogy most ilyen facecam nélküli videót láthatok tulajdonképpen, illetve csak a második része facecam nélküli. A helyzet az, hogy játszottam már egy keveset Spike-kal, nagyon tetszik, csak nagyon gyenge még hármas szinten az a helyzet, és leginkább shootdownban lehet csak vele fejlődni. Szóval itt van ez a boss fight, ami egy ilyen különleges special event, amilyen még nem nagyon volt a Brawl Stars történetében, ahol csak bossok vannak, és három ember küzd meg ellene természetesen, és csak a boss van, és őt kell lenyírni, és ebben a játékmódban nem a legjobb a Spike, de úgy gondolom, hogy most ezt ki fogjuk próbálni, mert hát mégiscsak Spike. Keveset már játszottam vele, úristen, majdnem meghaltam konkrétan, ilyen lézer rakétákat lő, és 18 másodperc újra lenni, és már meg is haltam, lehet ez nem a legjobb ötlet amúgy. Minden esetben ebben a játékmódban az a lényeg, hogy legyőzzük a boss, majd lesz majd egy-két más robot is, aki jönni fog és támadni fog, úgyhogy majd arra is figyelni kell, mint például ő itten. Hát hármas szinten ez a Spike, ez még nem a legjobb, de gondolom azért már találkozhatok vele jó párszor így a játékban, szóval tudjátok, hogy miről van szó és hogy mit kell róla tudni. Itt lassítja az enemit és sebzi folyamatosan, bár nagyon sok HP-ja van, szóval annyira sokat ez nem számít. Amit tudni kell róla, és én például nem tudtam, hogy ugye ha eltalálod, akkor is sebez nyilván, meg 5 különböző irányba, hogy mennyibe sebez még összesen, szóval lényeg az, hogy így lehet így csak így lődözni vele és reménykedni abban, hogy eltalál valakit. Jó, nyilván a nagy robotnál ez nem annyira fontos, de értitek, mire gondolok. És úgy van, hogy ez egy normál szint, azért nem barátokkal játszok, mert most nekik nem akarom azt, hogy... nem tudom, hogy van-e ez, de a lényeg az, hogy... Uha, baj van. Baj van. Szóval, hogy itt van, ha megcsináltuk ezt a wave-et, akkor jön a következő, és ezt majd külön meg kell próbálni. És itt igazából nem annyira fontos az idő. És... hagyjatok békét, nézzük. Köszi. Szóval, hogy itt nem annyira fontos idő, és hogyha ez a nehézségi fok megvan, akkor kezdődik majd egy új meccs, ahol új emberekkel lehet megcsinálni a következő wave-et. Jól elrontottam most, és meghaltam amúgy, de ez még annyira nem nehéz pedig, tehát hiszen ezt is a következő szintet még meg fogom tudni csinálni, de a többit már nem annyira hiszem, majd meglátjátok, hogy miért mondom ezt. És akkor van vége a játéknak, hogyha mind a hárman meghaltunk.
Amúgy bocsika, hogy ilyen kicsit késő jött ma a videó, de így jöttek ki a dolgok sajnos. Pont erről beszéltem, hogy lehet idődözni. Ami jó, hogy nem lő át a falakat, nem rombolja le ez a boss tulajdonképpen. Szóval ez annyira nem para, uha. Jó, mégsem olyan könnyű, de szerintem csak az a baj, hogy rossz játékmódot választott. Mert hogy az a baj, hogy rossz karaktert választottam erre a játékmódra. És most már csak én élek. Úgyhogy nem kéne meghalni. Így is fél perc, úristen. Szerintem nem Spike-kal kellett volna. Azért akartam ezt a játékmódot játszani, mert ez nem hiszem, hogy túl gyakran lesz majd a játékban. Úgyhogy, vagy lehet, hogy mostantól gyakran lesz, de hogy értitek, és akkor mondom, hát akkor megpróbálom Spike-kal, miért is nem. Lehet, hogy nem kéne randomokkal játszanom, még hogyha egy random videót akarok felvenni, akkor sem. Ezt megfontolom, mert ez így nagyon nem így kéne történnie, ahogy most történik. Die! Die! Ne! Ne! Menekülj! Ne! Hiszen... 8 perc! Mi volt a Shelly-vel? 8 percet szenvedtünk. Na jó, srácok. Szerintem ezt elengedem. Majd megcsinom nem Spike-kal, mert úgy gondolom, hogy Spike nem erre, nem jó erre a játékmódra túlcsítottan. Úgyhogy megyünk egy kis showdown szerintem. És nézzük meg ezt a pályát. Szóval egyáltalán nem vagyok még jó Spike-kal, de próbálkozom minden esetre egyébkézlebb videót összehozni. Na! Itt vagyunk, egész jó, mert itt egy doboz. Mert legalább hiába gyenge a karakterünk, itt ezekkel a dobozocskákkal ugye fel tudjuk erősíteni. És itt legalább hasonló kupa szintűeket dob be, akik nagy valószínűséggel hasonlóan nem annyira nagy szintűek. Amúgy Spike kifejezetten az egyik legaranyosabb karakter, de ez nem elég arra, hogy jó legyen. Nektek amúgy hogy tetszik Spike? Írjátok le kommentekbe, hogy szerintetek milyen karakter. Nagyon jó, az a Delilah-ban még gondok lehetnek. De gyorsan behúzzuk. Nem áll 192. Ne már is! Jó. Jó van. Megfélemlítettük a Daryl-t. Aj, ne Bull, te hagyj békén. Ne szívass már! Ezekkel mit kéne csinálnom? Most érzem, hogy jó lesz. Most érzem az energiát. Ami lehet egyáltalán nem kéne játszanom addig Spike-kal, amíg ilyen gyenge, de... Próbálkozom, jó srácok? Próbálkozni szabad, jó? De miért kell ilyen sok ütés egy doboznak? Még mindig kell egy. Még egy. Ah, Istenem. Hajra meg! Hogy élek? Die! Mi? Ne, véletlenül dobtam. Srácok, nem tudom, hogy élek, őszintén szólva. Nem tudom, mit csináltam, de ez egy jó körnek ígérkezik. Ott lesz egy... Haj, Daryl, hello! Hagyj vég, te hagyj végén, jó? Köszi. Nem kéne elrontani! 64! Amikor nagyon kevés HP volt és félrelőttem, az volt a nagy hibám, de másikak lettünk. Ez nem rossz, megyek még egy jó meccset, akkor ez egy fasz a videó, mondjuk. Na. Oh, mennyi doboz van középen? Oh my god. Hát egy felül, nem? Jó. Rico, hagyj békén. Rikivel jöttem. Amúgy egész gyorsan újra tölt a lövése, de hát nézzétek meg, mennyi kell egy ilyen dobozba, kaván mondom. Mi van itt, srácok? Oh my god! Valahogy van hármunk. Nice! Az jó, hogy blokkoltam amúgy.
Baj van, belopták azt a sok dobozt innen középről. Ide jövök, csatlakozok ehhez a fighthoz, ez tetszik nekem. Nála a 10! Francba. Na mindegy, srácok, harmadikok lettünk, szerintem nem olyan rossz. Kezdek fejlődni, Spike-kel és renkápoltunk is. Van egy olyan ezősem, hogy még azért ennél egy kicsit több kell, hogy normálisan tudjam használni a karaktert, tehát hogy egy ilyen jó 5-ös, 6-os szint minimum. De ugye, mint a videó elején említettem, hogyha elérem a 2300 kupát, akkor 150 darab ilyen pontot kapok, amivel fel tudom fejleszteni ugye Spike-ot, úgyhogy valószínűleg ez fog történni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, ha tetszett, nyomjátok egy lájkot, iratkozzatok föl, és hát akkor találkozunk majd a következő videóban, addig is, sziasztok!